Grim testvérek, hol le Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya. Az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édes lánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt hamu hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, egyre font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából. Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fakadt, hazaszaladt a mostohájához, és elpanaszolta neki, mi történt. Az meg, ahelyett, hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott. Ha belejtetted, szedd is ki belőle! Szegény lány visszament a kúthoz, nem tudta, mit évő legyen. Félelmében végül is az orsó után ugrott elvesztette az eszméletét, és amikor aztán magához tért, egy szép, napfényes, virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegért, egyszer csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, és a kenyerek azt kiabálták. Húz ki hamar, húz ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte őket a lapáttal. Aztán továbbment, mendegélt, míg egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta. Ráz meg, ráz meg, minden almám megérett már! A lány megrázta a fát, hogy csak úgy hullott a sok alma, mint az zápor. Addig rázta, míg az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupaszba rakta, és tovább indult. Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskát ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt, és el akart szaladni. Az öregasszony azonban utána kiáltott: Ne félj tőlem, kedves lányom! Maradj nálam, ha minden munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorsod lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól felrázd a párnámat, hadd szálljon a pihéje. Olyankor hóhullik fönt a világban. Én vagyok Holle anyó. Az öregasszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is összeszedte a bátorságát, ráállt a dologra, és beszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve szerint, az ágyát is mindig jó felrázta, csak úgy szálltak a pihék, akár a hópelyhek. De jó dolga is volt ám az öregnél. Soha egy rossz szót nem hallott, s ehetett amennyi jól esett neki. Evett is eleinte jó étvágya, hanem aztán valahogy ízét vesztette a falata szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli, hanem utóbb, mikor már jó ideje szolgált hol anyónál, ráeszmélt, hogy haza kívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon, mégiscsak mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi házban. Végül aztán már nem bírta tovább, odaállt szépen Holle anyó elé, és azt mondta neki, elfogta szívemet a honvágy, nem maradhatok tovább nálad. Tudom, százszor jobb sorsom van itt, mégis azt mondja a szívem, vissza kell mennem az enyémhez. Tetszett nekem, hogy hazavágyol. Felelte az öreg. Ebből is látszik, hogy derék hűséges teremtés vagy. És amiért olyan becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba. Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette. Innét most már mehetsz magad is, mondta. Ez a kapu egyenest a falutok határába nyílik. A kapu kitárult, és abban a pillanatban, ahogy a lány átlépet rajta, sűrű aranyeső hullott rá a magasból. És az arany mind ott ragadt a ruháján. Fény lett, csillogott az egész lány, tetőtől talpig. Ez a fizetség a szorgalmadért, kiáltotta Holleanyú a kapunát, és még a kútba esett orsóját is kidobta utána. A két kapuszány dördülve becsukódott, lány, amint körülnézett, ott találta magát a falujuk határában nem messze az anyja házától. Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarukra, a kút kávájáról meglátta a kakas, és nagyot rikkantott. Kukorikó, kukorikó, mi történt? Aranyos lányunk hazatért! A lány bement a házba, mert talpi arany borította, az anyja is, meg a testvére is szívesen fogadta. Ő meg elmesélte, mi történt vele mikor a mostohája meghallotta, hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, nagyon szerette volna, a csúnya lusta lányának is ilyen szerencséje akad. Kiküldte tehát fonni a kúthoz, a lány meg bedugta a kezét a tüskebokorba, összeszúratta az ujját tövisekkel, bevérezte az orsót, bedobta a kútba, és utána ugrott. Ő is a szép mezőn tért magához, azon az ösvényen indult el, amelyiken a másik lány járt. Amint a kemencéhez ért, kiabálni kezdtek a kenyerek, húz ki hamar, húz ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. De a lustalány azt felelte, hogy is ne, hogy összepiszkolja magam, az továbbment. csak hamar az almafához ért. Ráz meg, ráz meg, minden almám megérett már, kiáltotta az almafa. Hogy is ne, hogy a fejemre essék az alma, felelte a lány, és tovább ment. Odaért Holle anyóházához, de csöppet sem ijedt meg az öregtől, mert már tudta, milyen nagy foga van, és tűstént elszegődött hozzá. Az első nap erőt vett magán, szorgoskodott, és a holle anyó mondott neki valamit, rögtön megtette, mert egyre csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog tőle. A második napon azonban már lustálkodott egy kicsit, a harmadikon már alig akart fölkelni reggel. Holle anyó ágyát sem úgy vetette meg, ahogy kellett volna, nem rázta fel a dunnát, hogy a pihék szétszálljanak belőle. Az öreg végül is ráunt, és kiadta az útját. A lustalány cseppet sem busult rajta, hogyha a dolog így fordult, most jön majd az aranyeső, gondolta magában. Holle anyó őt is a kapuhoz vezette, hanem amikor a lány kilépett rajta, arany helyett egy jókora üst szorog zúdult a nyakába. Ez a fizetség a szolgálatodért, mondta Holle anyó, és becsukta a kaput. A lustalány hazament, tetőtől talpig szurkos volt, és amikor a kakas meglátta a kút kávájáról, nagyot rikkantott. Kukorikó, mi történt? Szúgykos lányunk hazatért! A szurok pedig rajta ragadt élete végéig. Itt a vége, fuss el véle.